milyen sört kérsz? Figyelj, én azt tudom, hogy van világos, félbarna és barna, úgyhogy hú, hát ez világos. Azért sokkal bonyolultabb. Marci, hányféle sörötök van? Hát körülbelül most 120-szal dolgozunk. Úristen, na jó. Ez még engem is meglepett. Figyelj, ruhát se tudok választani a nagy választék, úgyhogy hagyatkozom láger. Rátok, jó? Világos lágersőrrel kezdünk, jó? Jó? Láger az mit jelent? Bementél pár évvel ezelőtt a üzletbe és levettél a polcról, az nagy valószínűséggel láger. Tehát az a normál sör a lágersör, amit van. Mi annak hívünk. Amit mi az ismertünk, egy... az a lágersör. Aha, jó. Ez egy nagy gyűjtő. Nagyobb gyűjtő. Az egy nagy gyűjtő. És fogalom. Az mindig világos? És az nem mindig világos, vannak sötétebb lágersörök is. Figyelj, Marci, kérek szépen egy láger típusú világos sört. Olyan nagyot adsz? Persze, ez csúszik. Egészségedre, már szabad kocintanunk, ugye? Az nagyon finom. Tehát van a láger. Igen. Vannak az él típusú sörök. Él? Ugye? Igen, tehát ez él típusú sörök inkább Angliában és Amerikában divatosak. És mi az alapvető különbség az él és a láger között? Az egyik egy alsó erjesztésű, a másik egy felső erjesztésű sör típus. Ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Tehát az alsó erjesztésű a láger, felső erjesztésű az él. Vannak ízesített és fűszerezett sörök, aha, ezeket megkülönböztetjük. Az ízesített sörök azok a általában a gyümölcssörök. A fűszerezett sörnek pedig azt nevezzük, amikor a sörfőzés során teszünk hozzá különböző fűszereket a sörhöz, és itt mindenben lehet gondolkodni. Tehát amit te használsz otthon a konyhába fűszereket, szinte az összeset lehet használni fűszerezésre. Végtelen a variáció. Végtelen a variáció. Mi a legextrémebb ilyen fűszerezett vagy ízesített sör, ami létezik nálatok? Jó kérdés, mert tényleg sokféle van, de talán az osztigás sörünk az egészen különleges. Osztigát, de azt beleteszik a sörbe? Így van, az osztigát. Ez nem hangzik jól, ne haragudjatok. Ennyit szeretnék belőle, Marci, lehet? Barna sör a tetejébe? Szinte fekete. Jó sok habban. De szép habja. De szép poharad van. Hol van ebben? Ja, sós. Sós. Te érzel osztriga ízt? Osztriga nekem még nem, de sós, lehet, sós, egy kicsit igen. Melegedni kéne, sós egy picit, de ez nem zavar. De az kimondottan helyes. Igen, benne. Nem zavar. Hát sok osztrigát nem raktam bele. De... Tengervíz van benne biztos. Igen, de viszont kifejezetten egy finom. A sörivás azért az egy férfias dolog, nem nőies dolog. Egyre több hölgy iszik sört. Annyira nem csak a férfiak, hogy képzeld el, most már női sörfőző mesterek is vannak. Kész vagyok. Képzeld el. Hogy én is lehetek az. Még akár te is lehetsz az. Régen is lehetett a sörfőzde etyeken, valószínű majdnem mindenhol volt, nem? Mert most annyira a bor etyek. Ez a legújabb gyermekem, hogy így mondjam. Most hányat építettél már? Hát 200 fölött van, de ez az elmúlt 20 évnek a termése. Akkor is, nagyon szép. Igen. Nagyon-nagyon és egy szép. Lánya sörfőz, de Orsi már vár minket. Szia, Borbás Marci! Szia, Radány Orsi! Szia, Orsi! Mi már ismerjük egymást. Egy kis meglepetéssel készültünk nektek, de mielőtt ide... De nem sörfő! Majd meglátjuk. Sör is? Jól van. Sörfőzdében muszáj mindenbe egy pici sört tenni. Nagyon helyes. De előbb gyertek be, és akkor nézzünk. Jó, mert már hallom, hogy ez valami csodaszép sörfőzde lett. Hát ez igen, gyakorlatilag néhány hónapja működik. Újonnan épült teljesen. Jövök előre, jó? Ez a fermentáló helyiségünk. De gyönyörű, már tudom, miről beszéltél. Halálra
akartok engem etetni? Borosvidéken vagyunk, és a borsajt párosítás az teljesen igen. normális. Én azt gondolom, hogy a sör és sajt igen, párosítás ez, figyelj, is pontosan ugyanolyan jó lehet. Nem is vitatkozik a szervezetem ez ellen, sőt azt gondolom, hogy kimondottan jó lehet. Gondolom azért ezt már kísérletezgettétek, nem most kezditek. Mit tapasztaltatok, hogy milyen szabály érvényesül? Itt is érdemes a világosabb söröktől indulni a sötétebbek uh-huh. felé. Így érdemes ugye a sajtokat is választani mellé egy könnyebb sajtot, vagy egy friss sajtot, vagy egy kevésbé erős, domináns ízű sajtot, és mondjuk egy sötét, vagy egy barna sörhöz pedig egy egészen érett, nagyon krémes, nagyon zsíros uh-huh. sajtot érdemes választani. Pohárszabály is érvényesül, hogy nem mindegy, hogy milyen sört, milyen pohárból iszol. Persze, erre is vannak írott és íratlan szabályok. Ez egy tulipán pohár. És akkor ez azt jelenti, hogy összegyűjti az illatokat, ne beszűkül, majd szétszórja, igen. hogy jobban érezzem. Ugye koncentrálja az illatokat. Melyik sajtot találtátok? Én ezt a Holland Goudát találtam hozzá. Ez egy szűretlen világos, ő volt az első igazi kézműves sör Magyarországon, már 5 éve. Mondhatjuk, hogy és egy ikonikus sör meg. Igen. Igen, és egy ikonikus pohárba. Nem? Ezt azért így mindenki ismeri. Igen. Ez a pilzeni pohár. Ehhez az Appenzeller sajtot találtuk. Az egy nagyon karakteres, erős igen. sajt. Igen. Itt a Pecorino. Igen, ez amit az IPA-hoz választottunk. Igen, tegyünk hozzá egy IPA-t. Ez jó. Az IPA az mi? Az IPA ugye az Indian Pale Ale típusú sör. Jól érzem, hogy ez egy jó keserű sör. Igen. Tehát a búzasör ellentéte következik. Igen, tehát itt most lépünk egy nagyot. Ez egy különleges pohár, direkt az IPA-hoz. Ez IPA pohár. Ez az öblösödés a habképzésben segít. Aha. Ugye illatos sörökről van szó, és ezt az illatot gyűjti be kell tartanunk, és belünk vezeti az orrunkhoz. És ez pedig, hogy a színét lássuk szépen. Ó, de jó! Most egy kicsit sötétebb vizekre vezünk, meg pedig egy portert fogunk megkóstolni. Ez már nem jó annyira hidegen kóstolni. Ez a saját sörötök? Ez a saját sörünk, ez egy barna sör. Gyönyörű pohár, elég, bár tudom kell valamennyit, hogy lássuk, hogy milyen szép. Ó, micsoda habja van. És láttam, hogy egy gorgonzolát raktál ide. Igen, egy jaj, azt nagyon szeretem! Gorgonzola dolcsét raktunk hozzá. Ez már azért egy krémesebb sajt, de még nem az a nagyon-nagyon fűszeres ízű. Nekem ez nagyon ízlik. Ez a sör nagyon finom. Hát meg az én büszkeségem. Sokszoros díjnyertes sör. Ez egy Russian Imperial Stout sör. Ez egy sörfajta. Hát ha orosz, akkor nagyon kemény sör lesz. Annak idején az orosz udvarban szerették a jó sör, de nem voltak sörgyárai. Ezért az angol sörfőzdékből rendeltek sör, de mindig, amíg megérkezett Szentpétervárra a sör, mindig megromlott. És kitalálták a furfangos angol sörmesterek, hogyha nagyon-nagyon erősre megfőzik, és jó megkomlózzák, akkor ki fogják bírni az utat. És amikor megérkezik Szentpétervára a sör, akkor csak föl kell higítani vízzel, és lesz egy jól iható uh-huh. sör. Egyébként logikus is. Szerinted felhigították? Az oroszokat ismerve nem. Tehát ez és a sör, akkor ez így maradt és ez azóta. Így maradt, azóta így maradt ez a típus. Ez egy 12% alkoholtartalmú sör. Ugye olyan, mint egy üveg. Mint egy bort, nem? Üvegbort valaki meginna. 20 fokon jön ki a... Tehát akkor ezt nem érzen ilyen ez a pohár, akkor ezt úgy kell tartanunk, mint a konyakot. És ahogy a konyak, és mozgatni is kell. Meg melegíteni lehet a kézzel. És mozgatni is kell benne, melegíteni is kell benne. Ezt a sajtot, ha borral kóstolnánk, csak egy nagy asszúval tudnánk igen, kóstolni. Pontosan. Na hát ez a igen. sörök asszúja. Így van. Na melyik sörből vigyünk akkor ki a csirkéhez, mert láttam egy csirkesül. Mindegyiket. Toljuk ki a kis asztalt. Hogy áll a dolog? Édesüs. Nagyon jól néz ki ez a tojás. Ennyi idő alatt, ilyen gyorsan megsül. Egy óra. Még egy kis kenés. Csinálunk mellé bucit. Igen. Segíthetünk? Ehhez már kimértem a liszt, hát nagyon megköszönöm. Mondd, hogy mit csinálja.
Itt van 600 g lisztünk. Na jó, de milyen benne, liszt várjál? Ebben már bekevertem a élesztőt. Így van. Igen. Vízzel kikeverjük. Igen. Annyit tehát még, egy hogy... kenyértésztát dagasztunk, vagy? Tulajdonképpen igen, annyi, hogy egy kis olvasztott vajat még tudom. Ja, a legegyszerűbb, gondoltam megmelegítem, de minek, mikor ott van. A sörben lévő élesztő is egy kicsit segít egyébként a tésztának. Mert ugye ez egy élő sör, úgyhogy ebben dolgozik az élesztő. Nézd már, életében először dagaszt, és most látom. Látod, milyen jól megy? De milyen ér... Nem ér ki nevetni. Olyan, mint a mosnál, Zsolt. Azt is itt kell szoktam. Nem zokni. Tehát ez egy egyszerű kelt gombóc lesz, ezek vagy mi? Annyi túlpiság van benne, hogy picit előfőzzük őket, mint a bajor perecet. Nézd, Marci, hogy tetszik? Valahogy a kezedről szedd még egy kicsit. Még egy kicsit? Még egy kicsit. Szerintem húzd le. Ahhoz képes, hogy először csinálom? Nem, ügyes vagy. Ugye? Aha, mutassak egy mozdulatot, amivel egyszerűbb lesz. Na. Csak egy picit emelt ki a kezed, és utána folytathatod. Ha! Ez a lényeg, hogy mindig így megcsíped és befordítod, de ilyenkor már nyugodtan tudod gyúrni is. Aha. Menjél, mossál kezdet, jó lesz ez. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Itt vannak ezek a megkert bucik. Uh-huh. És akkor ezeket szűrő segítségével ebben meg kéne főzni a vízbe fél percre. Itt van egy kis cheddar sajtunk. Cheddar. Én már tettem bele fokhagymát és rozmaringot. Igen. Légy szíves, ezt a krém sajtot kevert hozzá. És természetesen tehát ez egy natur krém sajt. Sima natur krém sajt. Ez a belga búzasör remek fog menni hozzá, de annélkül nem lakom bele, hogy ennek kóstolnám meg. Hát akkor már hogy főzöl? Hát, nem? Figyelj, háromat kellett rajta gyúrnom. Tényleg? Tényleg, nagyon jól megdagasztottad. Hát? Igen. Tehát egy jó kis búzasör. Jó kis búzasör. Ebben van egy pici narancsúj meg koriander. Igen. Nagyszerű. Úgyhogy plusz dolgokat fogunk kapni mellette. Uh-huh. Egy kicsi só. Jó lesz? Jó lesz. Szorosan? Egészen? Nagyon szorosan. Jó, jó. Szélére rendezzük. De jó lesz ki. Hú, de gyönyörű. Egész feszes lett a bőre. Igen. Oh, de jó illata van. Sörös csirke, sörös bucival. Ez nagyon jó. Nagyon tetszik. Még egy kicsit a végére, megkenjük. Egy kis glazúrra. És tulajdonképpen ez is bucik elkészültek. Bucik elkészültek. Tulajdonképpen egy gyűrűt készítünk ezekből. Kenhetem? Légy szíves. Mindegyikre só. Milyen középre? Só. Só, nagy szemű, igen. Hogy úgy. Aztán ez ne is olvadjon el. Picit legyen, mire ráharapni. Szuper. Sajtkrém. És akkor a közepére meg ráhalmozzuk ezt a sajtkrémet. Tulajdonképpen ennyi. Ez egy elolva. Alá fog olvadni. Kicsit alá ez is, brutális, kicsit rá ez is. Ez merénylet, nem? Én azt gondolom, hogy a csirke nélkül is megállja a helyét. Ez egy igazi jó parti kaja tulajdonképpen a grillre. Ez tehát, nagyon jó. Íme. És akkor mehet. Na, akkor betesszük a másik csirkét is. Tehát ebben van valami zöld fűszer, citrom és fokhagyma. És akkor melyik sör? Én ezt javaslom, ezt a keserűt is. Élek a csirke. Kap egy kis kevés csirkefűszert. Igen, ezt ami nem mi? Tagalom, hogy micsoda, mert ez saját fűszer. Ez a titok. Na, add ide, megszagolom. Nagyon jó illata van. Mindegy, ízlés szerint fűszerezzük, ez a legjobb. Így van. Nos, itt van nekünk ez a... Igen, sörös kis fűszeres cucc. És akkor fogjuk a pipit. Ráültetjük. Ráültetjük. És bemegy a és buci bemegy mellé? A buci mellé, a befér. Így. Úgy. Na hát most már is fel egy dolgunk, mint várni. Innunk még egy kolt sört. Na, ígyatok egy kolt sört. Egészségetekre! Egészségetekre. Most mindannyian más pohárból isztátok, de megbocsátom. Egészségetekre. Hí, oda nézzetek! Ho-ho. Oh, de szép! Gyönyörű le. És a csirke és a második adag is készül. Hát ez gyönyörű. Ez hány fok van ebben a sütőben?
Hát most 200 fölött voltunk. Ez hú, ezt köszönjük, ezt az ötletet, ez óriási. Ezt a sütőben is el lehet így azért készíteni. Tulajdonképpen igen. Nagyon szép lett a buci ezzel, ahogy így látszik, hogy ugye, ahogy a főt részt megvágtad, igen, ott hát fehér. Ez azért igen. Kell egy kis esztétika is néha. Fú, oda vagyok érte. Igazából ez partikaja, tehát hogy ezt úgy kicsit hagyni kell hűlni, aztán mindenki fogja. Mártogatja. Mártogatja és eszi kész is hozzá van. Húst. De jó, nominál egy kicsit a rozmarin, de jót tesz neki. Nagyon finom laza lett ez a sörös buci. Ropogós, kívül, belül, puha. Nagyon szépen meg kell, gyorsan meg kell. Nagyon jót főztél. Köszönöm. Ti is segítettetek. Gasztrangyal családtagnak fogadlak ezennel. Fantasztikus. Köszönöm szépen. Vágj meg egy darab csontot ennek a kiskutyának, olyan türelmesen várja azt a csontot. Ez igaz. Ez volt az én első munkahelyem. A sörfertőzés helyszíne. Így van. A 80-as évek közepén kerültem ide. Én éveken keresztül dolgoztam is ebben a főzőházban. Ebben az épületben. Ebben ezekben az üstökben. Hát, hogyha én itt kezdtem volna dolgozni, a munkahelyem itt indult volna, akkor lehet, hogy én is sörfőzőmester lennék, mert ilyen gyönyörűséget ritkán látni. Igen, nagyon szerettem én is itt dolgozni. Már volt egy csúnya balesetem a 80-as években. Ebben a teremben? Ebben a teremben, igen, leforrázott a sör. És nem menekültél mégse el. És nem, mert ugye megfertőzött az egész, és azóta nem volt, amit úgyhogy ez most nekem egy hatalmas élmény. Mikor épült ez? Ez szecessziót vélek felfedezni. Ez a századfordulón konkrétan, de hát maga a gyár, tehát azért a Dréher családjárának a története azért messzebbre nyúlik. Ők már három generációt a Svehádban is sört főztek, ide települtek egyebek mellett Magyarországra, és köszönhetően annak, hogy a filoxéra következtében eltűntek a borszőlők, és ugye ennek valamit inni kellett a magyar embernek, már pedig ugye vizet mégsem ihatunk. És a jó üzletemberek erre ugrottak. Erről van szó, tehát első magyarországi sörforradalom, ha mondhatom úgy, az a 880-as, 90-es évek, amikor bor hiány, a magyar ember arra kényszerült, hogy sört igyon. Aztán, amikor a bor visszajön a piacra, itt jön be a magyar sörtörténet egyik legszebb legendája, ugye, hogy a magyar ember sörrel nem kocint. És miért nem? Hát. 1849. október 6. Nagyon jó történet, és szó nem igaz belőle. Nem igaz, a 48-as, arról van szó, ugye, hogy a Habsburg kocintott, hogy legyőztek minket. Konkrétan, hogy az osztrák tábornokok Oradón arra kocintottak, hogy kivégezték a mi 13 hősünket. Ja, hogy kivégezték igen, konkrétan igen. Arra. Na most erre nézve hiteles történeti adat nincs, amiből az következik, hogy ez nem igaz. Akkor hogy jött ez a sztori? A sztori ez valószínűleg úgy jött, hogy amikor az amerikai telepítési szőlőfajták révén visszatért a bor a magyar piacra, no, akkor elterjedt az a dolog, hogy a magyar ember ne igyon sört, mert az nem igaz magyar ital. Jaj, ez a szokásos marketing. Természetesen. Negatív és pozitív marketing. Ez már akkor is működött. Ez már akkor is működött, így van. Aztán erre rárakodott idővel ez a 150 év. Még pont 150, most képzeljük el, hogy a busz magyarok ott ülnek, és akkor Józsikám, adjunk Habsburgoknak 200 évet, figyelj Pisti, sok lesz, legyen 150. Nem életszerű, nyilvánvaló. Tehát ilyen nem történt, ezen kívül a magyar ember azóta iszik bort is, sört is, Isten tartsa meg jó szokását. A világban hol kezdhettek el sört főzni valaha a történelemben? Egy hipotézis van, itt az történhetett, hogy volt egy ember, aki nagyon az ősködben arra kényszerült, hogy valami olyan vizet igyon meg, ami egy ilyen gabonás edénybe belehullott esővíz lehetett. Ezt megitta, nyilván nem örömébe, kínjába. Most ez nem volt finom, de jelentkeztek mellékhatások, minden állatot elejét, minden hölgyszívét meghódítja, és ezt rekonstruálni akarván. Egy idő után nyilván megpróbált ezt újra csinálni. A legkorábbi sör, amiről tudunk, az a mai Kína területén került elő, a Krisztus előtti 7. évezredre datálható. Ennek a sörnek Krisztus a maradványa. Krisztus előtt 7. évezred. Most már 9000 éve. Igen. Azóta boldog az emberiség, igen. Hajdanán legnagyobb, legjobb hírű magyar sörgyárakat kell sorolni, azok melyek voltak?
Viszonylag egyszerű a dolog, ugye első helyen érdemes említeni a Dréhert mindenképp. Dréher. A mai napig létezik, meglepő módon 1848-49-ben jött létre a pécsi. Pécs. Ez egy érdekes történet, mert miközben forradalom és szabadságharc, a pécsi németek kicsit ezt a régi hippie jelszó, az a Make Love Don't War, ezt ők átértelmezik egy Make Beer Don't War-ra, és létrejön a pécsi főzde. Ugye akkor ennek folytatása gyaránt 895-ben a soproni, ez az, amikor a brünni csehek morvák beviszik a tőkét Sopronba, de 92-es, ha jól emlékszem, a kanizsai. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, a 880-as, 90-es évek, az nem csak a boldog magyar békeidők, hanem hát a magyar sör felvirágzásának is a gyönyörű időszaka. Egy újabb sörfőző mester, csak te nem sörfőzőnek tanultál, hanem szakácsnak. Így van, de szakás. Ugyanaz, nem? Igen. Ízlelés, főzés, ugyanaz. Na, mit főzöl nekünk? Kiválasztottam egy kávés sörünket. Kávés sör? Akkor olyan lehet, mint a tiéd? Tehát egy olyan barna sör, ami egy kávés ízjegyeket mutat? Ez fekete sör, és pluszba hozzáadott fekete, tehát kávé van benne. Van benne kávé? Igen. Igen. Tehát az a lényeg, hogy sörhöz főzünk sörrel. Ez ugyanaz, mint bor, a borsorhoz főzünk, és a borokat is használjuk a főzéshez. Ez pontosan így néz ki. Mondjuk ezt kevésbé ismert, igen, nem? És akkor vannak sörvacsorák, mint borvacsorák? Igen. Először elkészítjük a magát a marinádot, igen, tulajdonképpen a igen. Gyönyörű oldalasra, nagyon jól néz ki, szép oldalas. Jaj, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Ledinszeled egy kis sertészsíron a hagymát. Igen, balzsamecet és melassz a legjobb a barbecue-ba, ezt is adunk hozzá. Pedig hozzáadjuk a passzírozott paradicsomot. És ebbe jön még bele a kávésör is? Igen. Az alkoholt ki kell forralni, tehát csak az ízre van szükségünk. Hát ha nem szeretjük az alkoholt, akkor igen. Vagy de nem, már az ételben nem jó az alkohol íz. A mellette lévő ízek a jók. Jó, hát az egy kicsit bemellett nem fogunk elengedni. Jaj, férfiak! Annyi segítséget hagyd kérek, hogy ezt a reszelt elkérném. És én szóval szívesen nekem. A tokhagymát az nagyon szívesen, mert még egy hétig érezni az ember. Egész a fakébőle? Igen, hagyd bele nyugodtan. És melyik ez a sör? Ez lesz az. Igen. A neve is takarja ugye, hogy álmatlanság. Egészségetekre. Én meg megitatom a szószal addig. Ez egy igazi fekete sör. Valami ilyesmi jó lenne saját sörnek is. Nem biztos, hogy fekete sör, de egy ilyen nagy testű, erős, mint egy bor. Az mi most? Ez dupla espresszó. Ezzel még fokozzuk a hangulatot. Aha. Köszönöm. És még annyi, hogy szeretném elkérni azt a kis poharat. Nézzük azt. Ez mi? Hát Monya. Nézzétek meg, nem? Ez egy Whisky. Igazi Kentucky bourbon. Igen. Igen. Viszki. És vaníliás füstös jelleg. Bortot hagyjál. Jó. Egy kis őrölt borssal megbolondítjuk még. Igen. És minden ilyen kis kézműves sörfőző mesternek a saját ízlése van a söreiben. Tominak szerintem kifejezetten volt talán az első, aki nagyon-nagyon bátran nyúlt a komlóhoz. Uh-huh. Tehát szeretett a kesernyés? Nem feltétlen a kesernyésségről szól, ugye, hanem az illat, amikor beleillatozunk, és jön a bodza, a bokortól kezdve, ami az ilyen hasonló fenyő, uh-huh. vagy akár a kendernek az illata. Tehát ugye, ezek mind ott vannak a sörben, és ezt kedveltem meg, hogy milyen jó dolgokat lehet kihozni. És te is ilyen kicsibe kezdted, mint amit én akarok most? Igen, igen lehet, ugyanígy. Hogy... Van el lakás, 30 literes fazék, igen. És 35 négyzetméteren, igen, elkezdtem a sörüzemet. Akkor ez kész van? Igen, látható, hogy így besűrűsödött. Nézzük meg azért, amíg hiányossága van, akkor azt pótoljuk. Ez nagyon jól sikerült. Jó. Tehát kávé, balzsamecet, paradicsom, pici hagyma, fokhagyma, a kávéssör, méz. Méz. Ugye ez fontos, ugye semmilyen cukrot sem. És ugye, hogy nem is olyan édes. Nagyszerű. Nagyon finom. Van egy kis fanyarsága nekem. Nagyon-nagyon finom. Ezt mindenféle rakjuk. Az acska, és abban beledobok egy oldalost. Oda. Ja, hogy rárakjuk oda bele a... Mártást. Aha! Nem ismertem, és ezt most én megtanulom, ez nekem nagyon-nagyon. És most jön a vákumozó rész, az már megkiszívja. Oda néz, hogy kiszívja a levegőt. És utána szépen le is zárja nekünk.
elindítjuk ugye a szúvízgépet. Hány fokon? Ez 63 fokra fogom felmelegíteni a vizet. 63 fok. 63 fok, és kőkemény 6 óra. De akkor van készed. Van. Van. Szuper. Bevágjuk a vákumzacskót, miután elkészítünk most. Tehát erre rápirítasz, addigra megpirul a burgonya, és akkor már tálaljuk is. Gyönyörű lett! Tiéd az első falat. Tényleg, de én nem tudom, hogy belevágjak, vagy... Bele! Igen? Vágj bele! Vágj bele! De akkor mi a neve? Ez kávésörben pácolt, sertésoldalas, sztékburgonyával és majonézes káposzta salátával. Nagyon jó, egy kicsit ilyen amerikás étel, de abszolút passzol a magyar ízléshez. A legjobb az benne, hogy nincs egy ilyen rétegre sülve, hanem benne van a húsban. Benne van a húsban az íz, igen. Ugye? Igen, igen. És nagyon jó tett neki a méz is. Igen. Én egy kicsit féltem tőle, amikor ugye a Tomi bőven megeresztette, és mégis nagyon jó. És ez a kávés illat is jön. Itt van a saját kis üzemed. Így van. Úgyhogy Székelykapud van. Az én nagyszüleim, illetve nagyapám Sepsi Szentgyörgyről származik, úgyhogy ez egy háromszéki Székelykapu. Ez a motivumokból látszik. Ez akkor a származásodat jelképezi. Az ősök tisztelete. Így van. Hát ők meg a sörfőzdének a kutyái, és, hogy hívják és nagyon érdekes módon bor nevük van, az egyiket Rozénak, és a másikat pedig Merlónak hívják. Ne. Gondolom és ő a Rozé, és ő a Merló a színük alapján. A színük alapján kapták a nevüket, igen. De kedvesek vagytok. Borra sör. Meggyöktör. Forever. Forever. Itt tároljuk a sörfőzésnek az egyik alapanyagát, a malátát. Ugye a maláta az egy árpa, illetve más gabonák csiráztatásával és szárításával, aszalásával, pörkölésével előállított... Tehát csiráztatják is? Először csiráztatják, ugye a csiráztatás során feloldódik a magfehér, és a színesebb malátákat, az pedig utána még pörkölik is. Uh-huh. Ugye ezt megdar... Ezek, bocsánat. Ez már megvan darálva, ugye meg kell darálni. Mögötted van ez a maláta daráló. Nem olyan, mint a liszt, ez egy ilyen durva dara, hogy így mondjam. Uh-huh. Megroppantjuk csak a szemeket. Amikor inas voltam, akkor én a nagymamámat minden szerdán kizavartam a konyhából, mondtam, hogy akkor hideget eszünk, és én akkor otthon sört főztem. Volt két hűtőszekrényünk, az egyik volt az erjesztőpince, a másik az ászokpince. Ugye amikor volt a balesetem a sörgyárban, akkor én átkerültem a sörgyáron belül egy kis üzembe, ahol kísérleteztünk ki új söröket, és nekem az nagyon tetszett, de akkor az egy utópiának tűnt, hogy nekem egyszer ilyen nem legyen, mindig erről álmodoztam. Ez a sörfőző 1994-ben épült. Itt fő akkor az üstben a maláta. Olyan, mint egy kása, egy picit híga. Ugye itt ezt, amit előbb néztünk, megdarált maláta őrleményt összekeverjük négyszeres mennyiségű vízzel, és különböző hőfokokon keverjük. A malátázásnak az egyik célja, hogy enzimek keletkezzenek, és az enzimek a malátában lévő keményítőt cukorrá bontják le, uh-huh. És később majd ez a cukor bomlik alkohollá. Itt a kommóforralást látjuk, ugye a kommó az a sörnek a fűszere, abból nagyon kevés kell. 100 liter sörhöz kell 20 kg maláta, viszont csak 15-nek a kommó. Tehát kommót azt, mint a házi asszonyok megfűszerezik a húslevest, mi a sörlevet szoktuk kommóval meghinteni. A következő lépésben le fogjuk a sörlevet fűteni, uh-huh. És élesztőt teszünk hozzá. Most az erje
ijesztő térben vagyunk. Ugyanúgy, mint egy borászatban. Pontosan. Tehát itt most nem must van, hanem az a kifőzött maláta homlóval ízesítve. Annak van külön neve? Mi sörlének hívjuk. Sörlé. És amikor élesztőt teszünk hozzá, akkor pedig fickósörnek. Fickósör? Így van, vagy zöldsörnek. Itt kezd először hasonlítani az íze a sörre. Most az történik, hogy abból a fickó sörből lesz igazi sör. Lesz igazi sör. És mennyi idő? Hát igazából 2-3 hét a világos söröknek az ászokolása, de van olyan sörünk, ezek a nagyon erős sörök, amik akár 4-5 hónapig is itt pihennek. Mint a nagy borok. Így van. Várni kell. Így van, ki kell várni azt pontosan a lényeget. Akkor most itt mennyi sör van körülött? Mindig van itthon 60 ezer korsó söröm, úgyhogy váratlan, 60 ezer korsó, úgyhogy váratlan vendég nem tud hozzá. Nagy baráti társaságot tarthat. Ez egy kézműves sörfőzde, ezért szinte minden kéz. Minden palackot külön minden kézzel készül. Megkóstolnád-e? Nem, még szép. Ilyen az egyik csajos sörünk, tehát ezt abszolút nem keserű. És mi, úgy néz ki, hogy mi szoktunk a sörrel kocintani, úgyhogy egészségedre. Mi is most már. Beszéltél. Igen, a jó sörfőző víz az a alacsony keménységű, lágy tehát víz. A lágy víz. Mondhatnám azt, hogy a 37 méter mély artézi kutunkból készítjük a sört, mert van ilyenünk is, de az évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a megfelelően fóti kezelt fóti víz az sokkal jobb. De szép ez a hely. Nagyon jó. Igen, igyekeztünk. Remélem, ilyen sok vagytok. Figyeljetünk ma már pár dolgot. Mit kapunk? Ez egy piromán marhapofa, ami piromán. Füst, piromán, igen, a sör az, amivel van főzve. Ez egy füstös sörrel készült marhapofa, mézes puszedlivel besűrítve, házi zsömlegombóccal. Jó, mégis ilyes vagyok. Dehogy hallottam, nagyon jó. Ez nagyon szép. Még ez a kis zománcos edénybe a tálalás. Ez rögtön bükfán füstölt sör, köszönöm. Ötféle malátából. Elég egyedi eljárással. Ó, de szép. És megint nekem ez többet, mert én szomorú is vagyok. Mindenképpen. Oda tetted egy tömény sörben és zöldségekben sülni vagy főni? Hát majd, hogy nem. Először ugye hús alaplével van felöntve, és utána megy hozzá a sör szépen adagolva folyamatosan. Ó, nagyon jó. És itt rendszeresen főztök? Igen. De mi az, hogy lakásbisztró? Hát ez úgy hasonló, mint a lakásétterem, csak abból mondjuk rengeteg van. Ebből én úgy tudom, hogy tudomásom szerint ez az egy jelen pillanatban. Ez egy meglévő lakásból, ugye hál' Istennek ugye az adottsága pont olyan, hogy ez félszuterén és rögtön az utcáról lehet bejönni, tehát nem kell ahhoz fölcsöngetnünk egy házba. Ti egy család üzemeltetitek. Igen, igen, néha itt a két gyerek is itt besegít. Alapvetően sörös hely vagytok. Kizárólag. Tehát jó, hát egy olyan nemben, most már 45 féle. Fogadjuk, hogy szakács vagy. Igen, igen. Találtam. Igen, igen. Ízlésre van elkészítve. Azért ez egy egész napos evés végén, az egy kicsit nagy ez az adag. Nem biztos, hogy ezt meg tudom enni már. Lesz még tartalékolnod még, mert az igazsághoz... Melyik gyomorbugyromban tartalékoljak még? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi itt azért szoktunk ilyen sörvacsorákat csinálni, nagyon kedves barátommal. És én most őt ide várom, úgyhogy ő még szerintem fog nektek egy pár ilyen finomságot. Tehát még főzünk? Már ő, igen. Főzünk. Mi meg ők főzünk, igen. Meg még kóstolunk, jó? Ez így van. Gondoltam, hogy
lányok is jönnek, nem csak a Zsolt. Hódítsuk vissza egy kicsit a lányokat. Egy szép pohárba, egy szép koktéllel őket mindig meg engem, lehet győzni. Engem ezzel meg tudsz győzni. Igaz, azért ehhez kell. Én azt gondolom, egy picit megzúdítjuk a aperitív fel. Itt van megint ez a szép pohár. Ráöntünk egy kis narancsjuszt. Hát és erre egy szilvás sört. Erre a szilvás sört. A sört azért a végére, hogy mutasson is valamit, hogy a sörnek van habja, és akkor aha, legyen egy kis habzás a tetején. A kamparinak a keserűsége a szilvás sörnek ebben a ilyen kicsit szilvamagos keserűjével, meg azért ez egy láger alapú szilvás sör, amit ott főznek Szent Andráson, egyébként szerintem nagyon szép, kifejezetten könnyű, azért azt se felejtsük el, hogy nagyon sokan nem bírják az óriási alkoholokat. Ez jó, ha, hát ez nem akár ez mennyire jó. Igen, nagyon jó. És ugye nagyon sok narancslé van benne, egy alacsony alkoholtartalmú sör, úgyhogy... Otthon fröccs helyett szoktuk ezt általában inni. Hú, annyira ipatja magát. Nagyon jó. Nagyon finom. Soha senki nem gondolja, hogy egy desszert jó a sör, ez pedig nagyon-nagyon és jó. És én, ahogy ma kóstoltam a söröket, most már meggyőződésem. A jó fekete sörökhöz, de vannak olyan félbarnák is. Édes-keserű kontraszt, az igen, és ez szép. A te fekete söröd, látom, azt készítettétek ide. Ő pifválasztotta, de igen, van ízlése. Az orosz cári család igen, söre. Egy csokoládés tiramisú lesz, egy pici narancssal. És kávé helyett pedig sörrel. Igen, de egy pici kólát és egy pici ilyen keserű likőrt is teszünk a piskota áztató levébe, tehát kávé az nem fog kerülni. Uh-huh. Zsolt, ne nézz ide, amikor összekeverem kólával a sörödet. Igen, akkor befolyáltam. Igen, egy kicsit én is megdöbbentem. Akkor kiosztom a feladatokat. Jó, én már látom, mik a feladatok itt. Tehát gondolom, ebben a csokit olvasztunk. Ebben a csokit egy kis vajat azért tegyél alá. Jó, mennyi vajat szeretnél? Hát szerintem egy olyan. Itt elvágod. Zsolt, téged megkérnélek, picit hámozzál a narancshéjból, és nagyon vékonyra, zsűriánra fölvágod, és okay, akkor az is belekerül majd ebbe a, okay, a csokis cuccba. Én addig megcsinálom az áztatólevet, és a Marcsit meg megkérem, hogy tojássárgájákat kis cukorral kikeverje, és jó, keverje bele a mascarponét. Látom, van vaníliarúd. Hogyha a mascarpone krémbe kikaparnád nekem a felét, jó? Jó. Ez nem üres ez az üveg, hanem egy kis segítek kardamom. Úristen, de erős illata van. Nagyon, nagyon azért nem is, nagyon, nagyon óvatosan kell belevánni. Tehát akkor a csokiba került, a fekete csokiba egy kis vaj, narancshéj, narancslé, kardamom. Igen. Kardamom, kakaó, és őrölt kávé. És őrölt kávé. És hova kerül a csoki? A csoki az belekerül a mascarponéba. Úgy. De jó illat van, mi? Hopp, bocsánat, de rácsöppent. Húha. Én kérek elnézést, de azért... Megbocsátom, nagyon finom lesz ez a narancsos. Ez jobb lesz, mint a tiramisu. És ez elég gyorsan el is készül, világban. Azt gondoltam, hát főleg ilyen jó segítségekkel, ez hamar megy. Nagyon ízlik. Ez a krém egyébként jó lenne. Ezt a nagymamám mindig odaadta nekem különben. Akkor igen? Ezt neked adjuk. Megszórom a tetejét. Kakaóporra, szép kis... fekete kakaóporod van. Igen. Ne sajnáld róla. Mi legyen, várjunk, vagy megkóstoljuk? Én szerintem. Mire várnánk? Kóstoljunk hozzá sört. Töltök egy kis sört. Eheted. Igen? Brutális. Na hát akkor... Hogyha most megkóstolom a sört, uh-huh, akkor ugyanezek az ízek jönnek ki tényleg, mint amiket összeraktál. Én azt gondolom, hogy le kell képezni. Uh-huh. Ezt úgy hívják a sörgasztronómiában, hogy meg kell keresni, van egy úgynevezett vezéríz és ilyen másodlakos ízek, és ha ezeket megtaláljuk, akkor ehhez az ételben kereshetünk párhuzamokat, meg kontrasztokat. Uh-huh. Ez tökéletesen. Ugye itt van igen, minden része benne. Én már egy kicsit csaltam, mert ugye
nagymamámra hivatkozó megkaptam a csokis bödönt, amit kinyaltam. De kell hozzá piskóta. Kell, az kell. És egy korcső. Igen. Én most otthon szeretnék sört főzni. Most olyan 3 és 5 ezer között van az otthoni sörfőzőknek a létszáma. Ezek között vannak, akik most nem olyan túl rékezték el, de hát itt a boltban azért tapasztaljuk azt is, hogy öreg nénikék jönnek be, 70 éves néni, és elmondják, hogy ők mindig is főztek, csak ugye tilos volt, és hát otthon a falujukban azt tudják. De most szabad otthon. Most már szabad 3 éve, vagy 4 éve. 2012 már. Erre is van limit. Van limit. Mióta szabad? 2012. január 1-e óta. És azt tudni kell, hogy 1000 liter lehet otthon legálisan főzni. Évente? Évente 1000 liter. Hát az nagyon sok. Nagyon sok. Ez 1000 liter nem hozhatod forgalomba. Nem baj, de... hát én nem akarok 1000 litert. Én, hogyha jön egy nagy baráti társaság, nekik. Jó. Kétféleképpen lehet sört készíteni otthon. Ugye van egy nagyon egyszerű módja, ahogy én is kezdtem, hogy vettem egy úgynevezett konzervet. Szóval magát azt a bonyolult folyamatot, bonyolultnak tűnő folyamatot, ami a cefrézés, azt megcsináltam. Mi a sörfőzés? Te eddig nem beszéltél erről. Hát nem, mert én igazából nem ezt a vonalat támogatom. Ezzel szoktak belekóstolni az emberek ebbe a szakmába, de utána rájönnek, hogy amit az elején megspórolunk ezzel a sűrítménnyel, azt ők meg akarják csinálni, mert ez jó. Aha. Jó sört főzni. De akkor csak vizet kell hozzáadnom otthon. Ennyi a sör főzésem, hogy lesz benne alkohol. Beoltjuk élesztővel. Hogy azért erjesztenem. És persze, onnan, ami utána következik folyamat, azt nem hagyjuk ki, tehát az erjesztés az jön. Gyerekek, hát így főzök akkor sört. És milyen sört főzöl? Van már 5? Hát várjál. Na, másik út az, hogy én elkezdem malátát. Na jó, akkor nem kanászodom el az elején, jó? Először menjünk végig. Malátát kell vennem. Itt 43 féle maláta van, amit nálunk lehet. 43 féle? Egy jó recept általában 6-7 féle maláta keverékéből áll. Tulajdonképpen azzal kéne kezdenem, hogy az összeset végig kéne kóstolnom. Kezdjük. Fél barna sört szeretnék. Igen, müncheni maláta mindenképpen legyen benne. Ez az? Igen. Igen. Nagy testű, tehát nem akarok ilyen nagyivós, hanem kóstolgatós. A testességet általában a karamell malátákkal tudjuk elérni. Én azt javaslom neked, hogy 30% pilzeni malátát, 50% müncheni malátát, és 20%-ot, és 20%-ot pedig ebből, ami neked ízlet. Ez ízlet. Karamell tip 2. Jó, és akkor már maláta képletünk megvan, jó. Már csak a kombón kell gondolkodni. Jó, kim vannak? Kumló és élesztő. Hát ebben a hűtőben. Ez mind más kumló? Igen, 37 féle kumló tartunk. Azt találtam ki, hogy van a görögöknek a recinájuk, az a fehér bor, ami fenyő chipsszel érlelnek, és van egy pici gyantásság benne. De jó ötlet! Na ilyet még nem csinálsz. Hát ez egy német vadonatúj kumló, ezt 3 éve kísérletezték ki. Egy kicsit olyan boros ízvilág felé viszi el a... Igen, ezt én is tudom javasolni, ezt mi is használtuk. Na, és nem túl keserű. Ez inkább az aroma. Aroma, szuper. Kombol. Ez milyen élesztő? Ez egy Lager, egy alsó erjesztésű élesztő. Ez gyakorlatilag ugye... Én azért szeretnék alsó erjesztésűt, mert nálunk ez a tradíció. Sokkal több lehetőség van a felső, a Kárpát-medencei felső erjesztésű sörben. Megörülök, most kész, végem! Most, jó, most akkor mi legyen? Ez legyen most. Én erre beszélek. Most ez lesz, aztán majd kipróbálom a felsőt is. Akkor összeraktuk a malátát, van alsó erjesztésű élesztőm, citrusos kumlóm, és akkor kell egy szett, amiben kell készítenem. Általában a kezdő sörfőzők ilyen start szettet szoktak vásárolni. Milyen jó, van start szett. Ami igen. Áll egy erjesztővödörből, tartalmaz egy keverőlapátot, ugye magától a vödröt, az üvegmosáshoz egy üvegmosok kefét, ugye a erjesztő tart egy tetejére a kotyogót, tartalmaz egy csapot, illetve általában a fertőtlenítőszer, 100 darab sörös kupakot, így ezt itt látjuk benne, illetve egy sörös kupak lezárót, amely gyakorlatilag egy pillanat alatt lezárni a sörös üvegeket. Mióta főzöl otthon sört? Most már 4 éve. Szereted a sört? Hát nyilván. Ennyi. Az első lépés, a második meg, hogy nem találtam elég jó söröket, amik nekem ízlenének. Illetve csak ilyen kínálatban nem találtam. Most már igen, de ez 4 éve még nem volt. Aha. Hála Istennek, jó idővel kezdtem el. Akkor.
Na, ezt hogy rakott össze? Ezt a Marcsi állította össze a malától. Aha, persze, majdnem. Elegyen. Hát bele kell önteni és elkeverni. De hány fokos most a fogsz becefrézni. Itt a leges-leges. Most ez a cefrézés. Most fogsz becefrézni. Itt 68 fokos cefrézést fogunk csinálni. Mindent ami a legegyszerűbb. Minden mehet bele. Na, akkor mondd, hogy mennyi vízbe öntöttük? Négyszeres mennyiség a legjobb. Ha van mondjuk 2 kg malátánk, akkor 8 liter vízbe kell cefrézni. És ezt most jó keverd el. Jól elkeverem. Mérd meg a hőmérsékletét, légy szíves. Hőmérsékletmérés mennyinek 68-nak kell? 68 az ideális, egy picit magasabb, nem probléma, úgyis sülni fog. 10 perc után elkezd édesedni. Megcukrosodott. Igen, és utána még jön majd egy szűrés. Te ittál vagy... már olyat, mint a recinabor sörbe, ilyen gyantásat. Hát komló miatt a gyantás íze lehet a sörnek, de recinát még nem. Édesült még nem. Édesedik. Lassan szűrhető. Hozok egy széket. Jól érzem, hogy ez kell, ugye? Így van. Öntsem vagy öntöd? Hát nem tudom hány kiló. Egy idő után megcombosodik az ember azért. Te is ezzel a sok gabonával mi lesz, ami itt marad? Hát ezt, hogyha az embernek mondjuk... Vannak állatai. Tuki, igen, állatai, tyúkok, marha. Figyelj, a sörfőző embernek muszáj valami állatot tartani, mert különben egy gazdaságtalan dolog. Akkor most lehet nyitni. Ez a szín rendben van. Ez szerintem elég szép, ebben egy fél barna sör lesz. Igen? Jól van. A sörben a szénsav, az a saját erjedési szénsava. Így van. A főzdékben igen. Házilag ezt palacba szokták egy kis cukor hozzáadásával megoldani. Mármint hogyan? Tehát amikor én nekem leerjed a söröm, beteszem egy palackba, és teszek hozzá egy picike. Még érdemes előttem, utána felhabzik. Ráteszed a sört, lezárod, és az elkezd újból dolgozni az élesztő cukorral, és így lesz a szénsav. Így van. Mindjárt ki is jön az összes sörlevünk. Az első sör az általában az ember nem rontja el semmit, jó lesz. Finom lesz, iható, és sokkal jobb, mint amit gyárakban talál az ember. Ez egy motiváló erő, de egy idő után elmegy a kedve az embernek. De ezt a holdpontot kell átlépni, és hogyha ezt tudja csinálni az ember, és kitartó, és nem adja fel, akkor ez könnyű. Ez úgy is jó, ahogy a néni megy be olaszhoz, és főzi magának, és olasz kérdezte tőle, hogy tényleg már néni is főz magának, és ott azt mondja, mindig is főztem. Azért ez is jó, nem? Hogy otthon az ember ezzel. Én ezzel meg fogom lepni a barátaimat, az biztos. Cefre szűréssel is kész vagyunk. Isten illata van. Finom édes malátás. Olyan, mint mikor zapkását csinál, vagy búzakását az ember. Ez a gőzölése is jó, az arcot gőzölni. Így van, meg hajra is. Isten illata van. Na, beletesszük a kumlót. Bele lehet. Itt van perforáció, csak vigyázni kell, hogy ne emeljön ki belőle hirtelen. Na jó, de honnan érdemes. Tudom, hogy mennyit rakják? Hát ki van mérve? Ez ki van mérve? Ja. Kimértük, ahogy a malátát is. Akkor ezt egy az egybe tehetem. Egy az egybe tehetem. Azt, amilyen erős illata lett. Minél korábban rakja bele az ember a forrásnál, annál keserűbb lesz a sör. És ugye minél kevesebbet rak az ember az elején bele, annál kevésbé lesz keserű. Fő, és utána lehűtjük. És beletesszük a langyosba. Vagy hideg? A hidegben. Hát a hideg. 20 fok alatt, igen. Milyen sör is ez? Mit mondtál? Hát ez még sörlé. Sörlébe beletesszük az életet. Amikor elkezd erjedni, akkor fogjuk fickó sörnek hívni, amikor akkor már erjedésben van. Aha. Jaj! Igen, nem egy könnyű mutatvány. És akkor itt tulajdonképpen... Tessék! Teljesen lehűlt. Nagyon gyorsan lehűlt. Teljesen jó. Jöhet az élesztő. Az élesztő. Ez is pont annyi, amennyi kell bele, vagy? Ez pont ki van mérve, így van. Akkor ezt is bele. Az egyik titkos összetevőt is ilyenkor érdemes belerakni. Fenyő. Így van. Hát ne sokat. Hát de nem tudom, mennyit kell. Én a felét beleraknám. De igen. Felét? És ilyenkor egyébként ez... Így? Be... Igen. Jó, már is jó. És jó erősen rá kell nyomni. Amikor kattan, akkor jó. Kattan? Segítünk. Ez egyszerűbb a földön van, csak kattant. Nem olyan látványos. Jó, bekattant, jó. Mindenhol. És akkor a tetején bele. És akkor ez itt elkezd mozogni, amikor formál? És honnan tudom, mikor van kész? Így néz ki, mikor
Aha, és... kotyog, igen, és amikor ez leáll, és csak mondjuk, mit tudom én, két naponta egy ilyen kis kotyogást csinál, akkor már majdnem teljesen van erjedve. Szuper! Lehet. Na, megkóstolhatjuk egy ilyen kis házi kézműves sörödet? Persze. Minden sörnyitó nézd, egy sörfőző bármivel, igen, bármikor én ki tudja nyitni a sört. Mivel így nyitottad ki? Az öngyújtóval. Így van. Aha. A cél azt szentesíti az eszközt, eszköz meg mindig van kéznél. Ez az angolipa. Látszik is egy kicsit sötétebb, mint az átlag világosabb sörök. Én nekem a fele ennyit, légy szíves, az a pici közben. Hú, nagyon köszönöm, óriási élmény volt. Először is egészség. Egészségedre, azt már tudjuk, hogy fölösleges volt nem kocintani, mert csak legenda. Egészségetekre. Köszönöm, Zsolt. Olyan izgalmas ez az egész, annyira élveztem, kár, hogy eddig kimaradtam belőle, de ez olyan, mint egy jó regény, hogy irigykedünk valakire, aki még nem olvasta azt a jó regényt, mert előtte van az élmény. Én nekem most jött el ez az élmény. Olyan, mint egy szelet süppi. Ez csak is étcsokoládé van. Ja. Ahogy a kunkapitány szereti, ezt azért tették hozzá, hogy nem olyanra sikerült, mint legutóbb, akkor csak annyit kell mondani, hogy hát a kunkapitány is szereti. Azok túlzokok. Meg tiéd úgy is. Mese szép madarak vagytok. A felejthetetlen fogásokat a Bosch támogatta.